Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a szűz jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kirakásnál. Ez egy általános jóslás, de megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Mielőtt elkezdeném elemezni ezt a kivetést, felhívnám arra a figyelmeteket, hogy a csatornámon megjelennek új videók, ennek a címe Kozmikus üzenetek. Itt tulajdonképpen asztrológiáról van szó, az indiai asztrológia szerint, de ez nem egy napi horoszkóp, vagy nem egy horoszkóp elemzése, hanem ha én felfedezek valamit a napi horoszkópban, amikor úgy gondolom, ez fontos számomra, ezt tudnom kell, akkor ez fontos lehet számotokra is. És akkor így beszélek ezekről az eseményekről, a videó egy nappal előtte jelenik meg, tehát akkor tudod, hogy mi várható holnap, mire kell odafigyelni. A következő videó az tulajdonképpen 19-én jelenik meg, és az vonatkozik november 20-ára. Persze, mire ez a jóslás, ez a havi jóslás megjelenik, addigra elmúlik ez az időpont, de hogy tudjátok azt, hogy nem minden nap jelenik meg ez a videó, hanem akkor, amikor tényleg valami fontos esemény történik. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, ez a férfi utal a férfiakra, de utalhat a társadra is. Mindketten eltekintetek a kártyáktól, és az azt jelenti, hogy jelenleg minden olyan sok. A legszívesebben elrohannátok az események elől. Sőt, ő az első sorban van, és nincs fölötte kártya, ami jelenteni az ő gondolatait, de ő titokzatos, zárkózott, nem engedi meg azt, hogy mások belelássanak az ő gondolataiba és terveibe. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák mutatják a te gondolataidat, te gondolsz erre a férfire. A hajó az jelenti a reményt, de lehet egy utazás, egy külföldi kapcsolat is, és a halak is megjelennek itt, azok jelentik az anyagiakat, vagy az értékeket, ezek lehetnek a belső értékek is, hogy ez a férfi értékes számodra, vagy te szeretnéd azt, ha megkapnád a megbecsülést, ha ő is értékelne téged. Te ezzel a kártyával is egy vonalban vagy, a hajó. Ez jelenti a reményt, vagy az utazásokat, ez lehet egy belső út, egy lelki út is. Vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, ez a torony azt jelenti, hogy te szeretnél valamit kiépíteni, de hogyan? Hogyan tovább? Hogy tudnád ezt megoldani? Itt megjelenik még a felhő, mindez még átláthatatlan. A felhő jelent fél évet is, tehát fél éven belül itt ki tudsz építeni valamit. A ház jelenti, hogy az alapok már tulajdonképpen megvannak ehhez. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ahol még ugyan valami átláthatatlan, de a tél folyamán, talán úgy januárban vagy februárban folyamodnak az események, tisztázódnak bizonyos dolgok. Te vele is egy vonalban vagy, itt látható a kapcsolat kettőtök között, itt is rendeződik, tisztázódik valami,
és a csillagok szerencsét hoznak. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban, itt van a szerencse, megvannak nála az álmok és az elképzelések, ez megvalósul, hiszen ez az út jelenti a jövőt, ami előtte áll, és itt kivirágzik valami. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét december hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban, de eltekint az események felől, nagyon zárkózott. Erre a zárkózottságra utalhatnak a könyvek is. De megvan a remény, hogy itt a pénz vagy a megbecsülés útban van hozzád. Lesz egy jó hír, vagy ez a levél lehet egy bizonyos szerződés, és ez az anyagiakkal áll összefüggésben. Vagy lehet egy számla is, amit ki kell fizetni. Itt a könyvek jelentik ugyan a zárkózottságot is, de a tudást, a tanulást is. Itt kinyílik számodra egy ajtó, lehetnek itt szerződések, és te szívvel, lélekkel csinálod ezeket a dolgokat. Amit a szív még jelent, az a szerelem. Itt megvan a vonzalom kettőtök között. Ő kimondja az igazságot, és az, hogy szeret téged, ebben megbízhatsz. Itt van a nyilvánosság, megvan a kisugárzásod, mások olyan szívélyesek hozzád, kedvesek hozzád, vagy te vagy kedves, és emiatt kedvelnek téged. Második hét, december hónapban itt látható, te állsz itt a középpontban, gondolsz erre a férfire. Lesz egy szerencsés fordulat, jó kapcsolatok. Nem csak a szerelemben, hanem ami a barátságokat illeti. Itt lesznek fontos találkozások, amikor a sors utatok kereszteződik. Ez a kereszt jelentheti a hitet, de azt is, hogy döntések lesznek, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gyermekek jelenthetik a gyermekeket, és életerőt adnak számodra. De a gyermekek jelenthetnek egy új irányt, egy új kezdetet is. És ehhez megvan az erőt, hogy most indíts egy új kezdetet. Itt lesznek szerződések, jó kapcsolatok és egy szerencsés fordulat. Harmadik hét, december hónapban itt látható. A kígyó és a fa mindkettő utal a gyógyító erőre. Ez lehet a hivatásod is, hogy ezen a területen dolgozol. A kígyó lehet egy hölgy is, például egy idősebb hölgy, aki figyelget téged hamis veled szemben. De ez a kapcsolat elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezeket a témákat, vagy lesz itt egy szakítás, lezársz bizonyos kapcsolatokat. Valahogy érzed, és te még nem vagy tisztában a dolgokkal, nem tudod, kiben bízhatsz, kiben nem. De hamarosan itt kitisztul valami, és átlátsz ezeken a dolgokon. Utolsó hét, december hónapban itt látható. Ez a kártya jelenti azt, ami fáj. Lehet, hogy ez a hölgy meg akar bántani téged. De ez a dolog lezárul, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. Sőt, az egerek is segítenek, mert az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat, például a hamisságokat. Ez lehet a munkahelyeden, hiszen ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Te kezedbe veszed ezt a kulcsot, lezársz bizonyos dolgokat, vagy otthagyod a munkahelyedet,
és itt ki tudsz építeni valamit, itt a jövő, itt kivirágzik valami. Ami szerencsét hoz, az az otthonod, vagy a szülői ház, vagy a rokonság, de azt is jelentheti, hogy a párkapcsolatban itt a ház jelentheti az alapokat. Itt ki tudtok egymással építeni valamit, ami szerencsét hoz. Szerencséd van az otthonodat illetően, az ingatlanokat illetően, vagy jelentheti ezeket az alapokat, amire valamit szeretnél kiépíteni. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!